Fast Fashion versus fenntartható divat témában tartottak kerekasztal beszélgetést a Szegedi Millennium Kávéházban. A beszélgetés a Kortárs kérdez, Kortárs válaszol több éves múltra visszatekintő eseménysorozatának része volt. Igazából 4 éve indult ez a programsorozat, és azért jött létre, hogy a fiataloknak legyen egy hely, ahol tudnak vitatkozni, és ebben így fejleszteni a készségeiket, meg hogy arra bátorítsuk a fiatalokat, hogy kinyilváníthassák így a véleményüket, hogy merjék kimondani, hogy mit gondolnak. A beszélgetés moderátora Pusztai Virág, résztvevői pedig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karának másodéves televíziós műsorkészítő hallgatói voltak, akik egy kötetlen és jó hangulatú társalgás során oszthatták meg véleményüket, tapasztalataikat a téma kapcsán. Mit gondolnak a divatról és a környezettudatosságról, illetve ezek összeegyeztethetőségéről? Igazából személy szerint én is meg szoktam morzongani egy-két olyan vadabb megjelenésű hölgyön, de... A borzongás pozitív vagy negatív? Ez attól függ, hogy milyen hangulatban vagyok. A Kortárs kérdez, Kortárs válaszol célközönsége elsősorban a gimnazista és egyetemista fiatalok. Ezért a beszélgetések témái is úgy születnek, hogy azok számukra érdekesek legyenek, jelen esetben azonban konkrét aktualitása is volt. Nekünk egy hónapja volt egy divathetünk, és annak kapcsán szerettük volna ezt a programot, csak akkor sajnos nem jött létre, ezért most egy hónappal később megrendeztük, mert fontosnak tartjuk, főleg így 2019-ben. Erről is beszélgessünk, hogy fast fashionnek milyen hatása van a környezetre, és hogy fenntartható divat miért fontos. Milyen károkat okoz ez a bolygónak, hogy ilyen mértéktelenül gyártjuk a ruhákat, meg az ilyen nem csak ruhákat egyébként, hanem nagyon sok felesleges műanyag dolgot, amire amúgy nem is lenne szükségünk. Az eseménysorozatot a Katház programszervezői szervezik, akik szerint a rendezvények fogadtatása pozitív, így az ilyen esték létjogosultsága a jövőben is indokolt.